9 bemutatót tart a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata az új színházi évben. A 72. évadban komédiát, tragédiát, musicalt és ifjúsági előadást is bemutatnak. Már a bérleteket is meg lehet vásárolni a színház jegyirodájában. Évadnyitó társulati ülésre gyűltek össze a Tompa Miklós Társulat tagjai a színház előcsarnokában. A művészeti vezetés a 2016-2017-es évadot ismertette. Shakespeare, Dürrenmatt, Jon Fosse, Székely Csaba csak néhány név a szerzők közül, akik darabjait bemutatják. Klasszikus és kortárs drámák egyaránt színpadra kerülnek. Vannak a visszatérő rendezőnk, ugye Radu Afrim, ő már a harmadik meglepetés előadását fogja rendezni. Eddig hihetetlen csodálatos sikereket értünk el az általa rendezett előadásokkal. Mohácsi János visszatér, természetesen a szilveszteri bemutatónk, mint minden évben, az valami nagy operett vagy musical. Ebben az évadban a Chicagót mutatjuk be. Az új évad első bemutatóját szeptember 16-án tartják. Az Olprin Joachim Csodálatos utazása című előadást a nagytermi stúdiótérben láthatja majd a nagy érdemű. A legelső bemutatónk a Halmas Béla szövegből készült, Mezei Kinga rendezésében. Hát igazából itt egy kiváló, gyönyörű, szép feladatom van. A főkormányzót fogom eljátszani, vagy legalábbis megpróbálom a magamévá tenni. Egy izgalmas munka folyamat közepén vége fele tartunk, bízom abban, hogy a közönség is nagyon szereti fogja. A bérlet és jegyárak változatlanok maradtak, a társulat összetételében is csak egy változás történt. Néhány év kihagyás után ismét a társulat tagja Kovács Boton színművész. A vásárhelyiek előadásait többek között a székelyudvarhelyi, temesvári, bukaresti, kolozsvári és budapesti közönség is láthatja majd különböző fesztiválok, vendégelőadások keretében.